A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tolna megyei szervezete is díjazta az elmúlt évben a legkiemelkedőbb munkát végző egészségügyi dolgozóit. A Semmelweis díj 2005 óta kerül átadásra, ez számít az egyik legnagyobb elismerésnek a szférában. Munk János Tamásné, a MESZK Tolna megyei elnöke elmondta, a régióban található összes egészségügyi intézmény legjobb alkalmazottjait igyekezték díjazni, az alapellátásban foglalkoztatottaktól kezdve a kórházi és mentős kollégákig egyaránt. 2014-ben úgy döntött a megyei szervezet, hogy önálló rendezvényt szervez a díjak átadása és az ünnepség megszervezéséért, tehát azóta szervezzük a Semmelweis napi ünnepségünket. Az ünnepségeinket úgy szoktuk szervezni, hogy egy meghívott előadóval, egy szép ünnepség keretében, illetve a díjak átadása zajlik. Hozzátette, a hagyományosnak mondható szakmai előadásokat is nagy érdeklődés szokta övezni. Az idei téma aktuálisan a fertőző betegségek jelene és jövőképe címet viselte, melyet Csima Zoltán, a Semmelweis Egyetem tanársegédje mutatott meg. Hogy szükség van az ilyen rendezvényekre, hiszen tényleg a mindennapi örlődésben az embereknek az ilyen ünnepségek, az, hogy kiemeljük őket a közösségükből, díjazzuk a lelkes munkájukat, az mégiscsak egy ösztönzés arra, hogy továbbra is ugyanilyen lelkesen végezzék a betegellátásban a tevékenységüket. A MESZK Tolna megyei elnöke szerint az egészségügyi ellátásban jelenleg a legnagyobb problémát a szakdolgozók hiánya okozza.